A november 1-e és március 30-a közötti hónapokat krízis időszaknak nevezik a szociális szervezetek. A Periféria Egyesület tájékoztatása szerint Nyíregyházán 300-400 hajléktalan ember él, akik közül mindössze 50-en, 60-an mondhatók ténylegesen fedél nélkülinek. Ők átmenetileg sem számíthatnak rokonok és ismerősök segítségére, minden éjszakájukat az utcán töltik, a legtöbben még a melegedőt sem keresik fel. Télen kifejezetten nagy figyelmet fordítunk arra, hogy minden este megkeressük az utcán élő embereket, tudjunk nekik természetbeli adományokat nyújtani. Ez kifejezetten a gyakorlatban meleg ruhaneműt jelent, takarót, élelmiszert, tehát, hogy felkészítsük őket az éjszakára, de azt is el kell mondanunk, hogy a Periféria Egyesület törekszik arra, hogy a lehető legkevesebb ember töltse az éjszakáit az utcákon, közterületeken. A téli időszakban a megemelt utcai ellátási szám mellett, aki igényli, az éjszakai melegedőbe is elszállítják az Egyesület krízis kocsijával, ahol a pihenési lehetőség mellett szociális támogatást is kaphatnak az ellátottak. Nyilván ebben az esztendőben is, mint folyamatosan nyújtjuk azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel segítjük a nehéz helyzetben lévő embertársainkat. A nappali melegedőn biztosítunk nekik megfelelő nappali ellátást, a népkonyhán ételt kapnak, és az éjjeli melegedőben pedig, az éjjeli menedékhelyen pedig nyilván az alvás, a pihenés lehetőségét tudjuk biztosítani. Itt jelenleg a kihasználtságunk az majdnem a megengedett létszámok közeli állapot van, hiszen a nappali melegedőn 150 férőhelyünk van, ott 130 körüli a létszám, az éjjeli menedékhelyen 100 férőhelyünk van, ott 90 körüli a kihasználtságunk, és a népkonyhában van a legmagasabb, ott 170-175 adag ételt osztunk ki naponta a rászorulóknak. Az oltalom szeretett szolgálat mellett a Jóboliver szeretett intézménye is naponta oszt ebédet az ellátottak anyagi helyzetéhez mért térítés ellenében. Ellátottaink körében ugye nagyon sok az egyedülálló beteg idős ember, akinek vagy nincsenek hozzátartozóik, vagy ugye a gyerekek külföldön élnek, messze élnek, és ugye ez az egyetlen segítségük, amit az intézményünk biztosít számukra. Szociális étkeztetéssel is ugye foglalkozunk, 550 adagot főzünk naponta, nem csak a Tanyai területen, hanem a város több pontjába is szállítjuk az ebédet, és valóban tehát ezek a kollégák is úgymond szociális munkát is elvégeznek. A szeretett intézmény a szociális étkeztetés mellett célul tűzte ki, hogy a tanyavilágban a tanyagondnoki szolgálat keretében minden nap meglátogassanak 800 egyedül élő idős embert. Nekik nem csak meleg ételt visznek, segítenek a tüzelőaprításban, begyújtásban is, hogy így óvják őket a téli kihűléstől, fagyhaláltól. A rendőrség is kiemelt figyelmet fordít a rászorulókra. A megyei rendőrfőkapitányság szóvivője kérdésünkre elmondta, ilyenkor nem csak a tanyavilágban élőkre és a hajléktalanokra kell odafigyelni. Azt kérjük, hogyha valakinek rokona, ismerőse, hozzátartozója valamilyen okból nem biztos, hogy tud magáról gondoskodni, akkor ebben az időszakban keresse föl, hívja föl telefonon, és bizonyosodjon meg arról, hogy nincsen szükség segítségre. Ha pedig bárki közterületen, utcán fekvő vagy magatehetetlennek tűnő embert lát, akkor azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A szóvivő hozzátette, egy utcán fekvőhöz abban az esetben is segítséget kell hívni, ha csak ittasnak tűnik, mert a magatehetetlen ember hamar kihűlhet a hidegben.